Miután néhány nappal ezelőtt elkészült a járóbeteg rendelő második emeletén az oltási központ, elkezdődhetett az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók oltása a Margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórházban. A vakcina január 4-én érkezett meg a kolozsvári regionális tárolóból, és első körben a kórház egészségügyi személyzetét sikerült beoltani. Előzőleg a megtörténik az űrlapoknak a kitöltése, az információ maga az oltóanyagról, és akkor kerül sor effektív az oltásra. Miután ez megtörtént, akkor a oltás utáni követő helységbe foglalnak helyet 15 percig, hogy nehogy legyen valami súlyos eset, ami még hála Istennek eddig nem fordult elő, ahol megkapják az oltási bizonylatot és egy kitűzőt. A térségben 4 oltóközpontot alakítottak ki, Margitán, Papfalván, Érmihályfalván és Székelyhídon, ahol az önkormányzatok felügyelete alatt nem sokára elkezdődhet a koronavírus elleni oltáskampány második szakasza is. Székelyhíd egy oltási központ lesz, igazából sikerült megegyeznünk a DESZEP-ével arra, hogy melyik épületet adjuk át. Ők elmondták, hogy milyen átalakításon kell keresztül menjen az épület, vagy felújításon, és 18-áig kaptunk határidőt, hogy azt az épületet készítsük el, ami gyakorlatilag a munkásklub épület, ezt így ismerik Székelyhídon, a lakodalmakat szoktak és edzéseket tartani, legalábbis régebben. A második fázis keretén belül a lakosság veszélyeztetett csoportjai, a 65 év felettiek, a krónikus betegségben szenvedők, a belügyi és védelmi minisztérium dolgozói, valamint az állami és oktatási intézmények munkatársai kaphatják meg a vakcinát. Bihar megyei látogatása során az Érmihályfalvi Gizella Malon felújítási munkálatait ellenőrizte Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási miniszter. Az 1911-ben épült, a Glück család birtokában álló épület a kommunista államosítás után indult hanyatlásnak. Volt benne cserépgyár, vasöntöde, raktár és autószerelő műhely is, miközben annyira leromlott, hogy már-már életveszélyessé vált. Az épület felújítási munkálatai szeptember 23-án kezdődtek el, mely során az országos befektetési ügynökség támogatásával egy multifunkcionális kulturális központtá alakítja át a város vezetősége. Szerintem a városnak annyi pénze nem lett volna, hogy ezt rehabilitálja, tehát valamilyen formában, hogy karbantartsa, vagy megóvja. Úgyhogy ha ez a pénz nem lett volna, nem jött volna ez a lehetőség, akkor valószínű, hogy olyan a többi épületek sorsára jutott volna, mint látunk Erdélyben, nagyon sok helyen, hogy dőlnek össze azok a gyönyörű monarchiába épített épületek. Úgyhogy ez valószínű, ennek is lett volna sorsa, sajnos. A mostani munkálatok során a több emeletes épület földszintjén egy 207 férőhelyes színház és vetítőtermet, az emeleti részekben könyvtárat, próba és kiállító termeket alakítanak ki. A bővítés során kialakított épület részben a lépcsőház, az adminisztratív helységek, valamint a levéltár és irattár kap majd helyet. A munkálatok látjuk, hogy januárban is haladnak, és ez egy nagyon örvendetes, dicséretes dolog, és abban reménykedünk, hogy ősz végére, novemberre ez az épület, ez a kulturális komplexum átadható lesz, és Érmihályfalvának, illetve a környező településeknek egy nagyon jelentős kulturális igényt biztosító infrastruktúrája épül itt meg. A Fejlesztési Minisztérium által finanszírozott munkálatok összértéke közel 1 millió euró, mely magába foglalja nem csak az épület teljes felújítását, hanem a felszerelések, hang- és fénytechnikai eszközök beszerzését is. A helyi önkormányzat az épület közművesítését, parkolók és zöldövezetek kialakítását vállalta magára. Könyvbemutatókkal, képzőművészeti kiállításokkal, iskolai programokkal, vetélkedőkkel ünneplik a Magyar Kultúra Napját Nagyváradon. Bár a rendezvény sorozat legnagyobb részét csak az online térben sikerült megszervezni, mégis lehetőség nyílt több olyan program lebonyolítására, melyen személyesen is részt vehettek az érdeklődők. Az idei év egyik különlegessége az Ady Endre Elméleti Liceum által szervezett városnéző séta volt, melyen a diákok Ady Endre életének jellegzetes nagyváradi helyszíneit látogathatták meg. Én amikor elkezdtem mesélni az Ady Endrével kapcsolatos nagyváradi emlékeket, akkor az az igazság, hogy a holnaposok szoborcsoporttól csak a Szent László híd Bémertéri híd följéig jutottunk el egy teljes óra alatt. Mert hogy a színházban, a Rimanóci szállodában, a bodegában, az MK-ben, mindenhol ezeket az Ady emlékeket, amik felelevenítettük,
Ilyen gyorsan el is telt az idő. A Kultúra heti ünnepség programjából ez alkalommal sem maradhatott ki az RMDS Nagyváradi szervezete által, a magyar iskolák számára meghirdetett Himnusz Klub elnevezésű pályázat sem. A felhívás minden évben több száz diákot mozgat meg, akik arra vállalkoznak, hogy a himnusz egy-egy sorát mondják el egy általuk készített kisfilmben. Nehezebb volt egy kicsit az összeállítás, ugyanis az online térben kellett megoldjuk a felvételek készítését is, mivel nyilvános eseményeket ugye nem szervezhettünk. Nem találkozhatunk hivatalosan egy forgatás erejéig sem. Úgyhogy ilyen szempontból nehezebb volt most ez a járványhelyzet. Ugyanakkor egy nagyon jó megmozdulás és egy nagyon jó program, ami a téli vakáció után összefogja a közösséget. Az egyhetes ünnepségsorozat pénteken este a Nagyváradi Gála estel zárul, melyen a Himnusz Klub pályázat eredményhirdetése mellett kiosztják a magyar kultúráért, valamint a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség apácai, Mákvirág és Bójai Farkas díjait is. Köszöntöm az ÉrTV nézőket! Ötszemközt magazinunkat láthatják, amelyben mai vendégem Nyakó József, Érmihályfalva város polgármestere. Jó napot kívánok, polgármester úr! Szeretettel köszöntöm a kedves stábot és a nézőket, az ÉrTV nézőit. Örülök az alkalomnak, hogy elmondhatom én is mindazt, amire büszke vagyok, illetve azokat a terveinket is, amelyeket továbbiakban majd kitűztünk célként magunknak. Nagyon örülünk, hogy eljött a stúdiumba, köszönjük, hogy meglátogat bennünket itt a helyszínen is, és nem csak mindig terepen találkozunk. Hát ugye, amire egyből büszkének lehet lenni, az ugye az, hogy a tavaly őszi helyhatósági választásokon a Nyakó urat harmadik alkalommal választották meg polgármesterré. Hogyan érte önt az újabb mandátum? Meglepetés volt, nem volt, kihívás volt, már tervezett rá esetleg? Természetesen, aki ilyen tisztségeket vállal, az nem rövid távba gondolkozik. Ugye a terveink általában hosszabb távra készülnek, és egy újabb mandátumot vállaló polgármester természetesen tervekkel indul neki a választásnak. De itt mindenképpen meg szeretném jegyezni azt a választásnak azt a fontosságát, hogy a szavazópolgár a szavazatával óriási lehetőségeket tud biztosítani a saját közösségének, hogy gazdagodjon, hogy különböző megvalósítások valóban létrejönnek a településeiken. Ugye ezek kézzelfogható, most tapintható, ez a helyzet. Tehát nagyon fontos, én azt hiszem, hogy minden polgár is a következő választásokra is ez érvényes kell legyen, hogy ne üljön otthon azon a napon, amikor oda lehet küldeni a magyar fiúkat Bukarestbe, és hogy itt ennek a vidéknek mindenképpen hozzanak pénzt, támogassák el végre a lemaradás óriási, van mit behodnunk. Akkor térjünk rá konkrétan Érmihályfalvára, mi az, amit be kell hozni? Ugye Mihályfalva azért egy elég nagy város, úgy is emlegetjük, mint az Ér mellék fővárosa, de mi az, amiben még tenni kell azért, hogy ez a fővárosi cím ez valóban teljes legyen? Én azt hiszem, hogy az előző két mandátumomban, amelyet már átéltem, és megpróbáltam jó megoldásokat találni a közösség problémáira, ott azt a lemaradást próbáltuk behozni, amit Érmihályfa elszenvedett sajnos 8 éven át. Úgyhogy 20-ban már építünk, már rakjuk egymásra a téglákat, és ez meglátszik azokban a projektekben, amelyeket el is indítottunk már. Nálunk 5 projekt fut, ami 9 objektumnak a megvalósítását célozza. Halad, mind az 5 projektünk jól halad. Egy mobilitási terv, ami a város közlekedését fogja majd biztosítani, azaz, hogy közszállítási céget hozunk létre, amelyik azzal is jár, ugye, hogy az az útvonal, ahol ezek a járművek fognak majd közlekedni, azt le kell aszfaltozni. Tehát egy ilyen integrált projekt volt ez, gyakorlatilag, illetve elméletileg ez a
a káros szén-monoxid kibocsátás meggátolására szól. Tehát ez az egyik projektünk, amivel mi indultunk, amivel indulunk, most ez egy óriási munka lesz. Ez egy teljesen városi képet fog adni az érmeli fővárosának valóban. A központunk teljes új arculatot fog kapni. Kerékpárutak lesznek a közút mellett, illetve az úttestek mellett, majdnem mindegy kerékpárút futnak, majd ilyen bordó csík, amely más típusú tapadó felület lesz. A meglevő általános iskolát, a Zelk Zoltán központi épületét felújítjuk, tehát ez ilyen energiahatékonyság szempontjából, tehát a tetőt lecseréljük, és minden hálózat, fűtést, tűzvédelmi hálózat, illetve a villanyhálózatot felújítjuk a régi épületbe, és még építünk ugyanabba az udvarba egy 12 tantermest épületet, ami természetesen osztálytermek fognak lenni, és emellé még ezzel ugyanebb a projektben megszületik egy 22 hektáros szabadidős park, amelyik a város 100 hold város részébe fog kialakításra kerülni. Fel lesz szerelve különböző eszközökkel, és futópályák lesznek, teniszpályák, focipálya lesz, szabadidős, illetve szabadtéri színpad, amfiteátrummal úgy, ahogy illik. Karting lesz, és ilyen fitness, ilyen szabadidős, illetve szabadtéri fitness gyakorlóhely. Van egy másik projektünk, amelyik a központban levő, hát lerobbant tömbházaknak, ugye a már közben magántulajdonban átmevő tömbházaknak a fejlőtását célozza. Az egy 11 millió lejes plusz áfás projekt, ami azt jelenti, hogy fel fogjuk öltöztetni ezeket a tömbházakat, ez a polisztirén burkolatot kapnak, illetve le lett cserélve minden, ami a hő, ahol, ami meg eddig szökött a hő, az a meleg, amit valójában a lakáson belül kellene tartani. Tehát azt jelenti, hogy a lépcsőházakat újítjuk fel, és a teljes tetőcsere fog lenni. Nyilázárok ott, ahol kell, tehát egy ilyen a hő hatékonyságát, tehát az energia hatékonyságát fogjuk majd ezzel javítani ezeknek az épületeknek. Van még két projektünk, amiről szólnom kell, egyik már be is van fejezve, az egy lideres, mi lider tagok vagyunk, ugye, egy határon átnyúló kapcsolat keretében, illetve van egy ilyen társulásunk, amelyik 2,2 kilométer járdát építettünk Érmihályfán idén, illetve tavaly 2020-ban, és most folyamatban van egy kézilabda, a középiskola kézilabda pályának a befedése. Ez egy ilyen, mindenki látott, ilyen 10 méter magas, ilyen boltíves sátor, amelyik biztosítja azt, hogy ősszel, télen és rossz időben is lehessen használni a pályát, a kézilabda pályát, amelyik valójában meg is fog változni, mert nem kézilabda pálya lesz, hanem focipálya lesz, ilyen műfős lesz belül. A lényeg az, hogy ez egy olyan terem, egy olyan helység fog lenni, ahol egyéb célokat is lehet majd használni, meg lesz egy állapítva egy díj, amit ki kell majd fizetni, és akkor bérlehető lesz ez az objektum, amiről beszéltem. Ezek voltak azok a projektek, amelyek futnak, tehát amire, hogy úgymond büszkék lehetünk, és akkor leszünk valójában büszkék, ha meg is valósulnak. Ezek 23 végére, tehát ennek a periódusnak, a fejlesztés periódusnak a végére kész kell legyenek, tehát 2023 végén minden kész kell legyen, amiről beszéltem most. Igen, ezek azok a hosszú távú tervek, amiket az első válaszban emlegetett, hogy az ember nem egy-két mandátumot elvesz, hanem akkor befejezi, amit elkezdett. Amit én fontosnak találok, az, hogy az elszántság, ami az embert viszi előre, az mindenképpen kell egy vezetőbe. Tehát a következő generációban is kell legyen olyan vezető, olyan polgármester Mihályfalvának, amik azzal az elszántsággal fog dolgozni, amikkel én dolgoztam eddig. Úgy véli, hogy elszántak az én mihályfalvi közösség fiataljai? Készek szerepet vállalni, vagy tényleg felelősséggel beleállni abba, hogyha még nem feltétlenül polgármesterként, de akár a civil szférában a közösség életének a formálását vinni? De azt hiszem, hogy szerencsések vagyunk ebből a szempontból. Nálunk egy nagyon szervezett élet folyik. Érmihályfának megvan a saját, van egy sajátossága, egy nemzeti sajátossága.
történelmi múltunk, 56-os hőseink vannak, illetve az érmehajfaj csoport, amelyik akkor együtt tudunk gondolkodni a magyarokkal, ugye ez is kötelez bennünket, és ezért is meg is vagyunk bélyegezve, időzelbe tenném a megbélyegzést itt ebben esetben, mert ugye a románok részéről vagyunk megbélyegezve, és talán azért is nem fejlődött sokáig érmehajfalva, mert úgy gondolta az akkori hatalom, hogy megtorolja az 56-ot, és nagyon sok volt, amire céloztam az előbb, azok a lemaradások. Ellenben azt hiszem, hogy az a múlt bennünket kötelez mindenképpen arra, hogy legyünk legalább olyanok, mint az elődeink, hanem különbek. Vannak, természetesen mindig is vannak, és kell legyenek ambíciós. Én azt mondom, hogy egy jó, egészséges becsvágy az nem árt az embernek. Tehát, hogyha valaki úgy érzi magában, hogy van energiája, és talán egy szeletet magából tud a közösségnek adni, akkor azt tegye meg. És ezek vannak, érmelyfán, vannak. Ezek megnyilvánulnak a kultúra területén, de általában a közösségépítés való ott is kezdődik. Ezek közül válnak ki azok az emberek, akik aztán oda mernek állni olyan tisztségek, mint egy polgármesteri tisztség, ahol viszont óriási ösztűznek van kitéve. Ezt el kell mondanom, hogy egyrészt ott van a választópolgár, a lakosság, akinek az érdekeit mindenképpen képviselned kell. Ott van fölötted van a államapparátus, ott van az a közigazgatási rendszer, amelyik nehézkes, amelyik időnként olyan törvényeket hoz, ami a választópolgár számára nem jó, sőt elfogadhatatlan. És ott van az apparátus, amelyikkel meg kell valósítani is mindazt, amit elképzeltél, és ezeket összhangba hozni, és hogy mindenki jól érezze magát, olyan nincsen, szerintem ki van zárva, de igyekszünk ám a tökéletességre, igyekszünk, hogy a lehetőségekhez mérten a legjobb eredményeket érjünk el, és ez azt kell bizony, elszántság kell, és egy nagyfokú ambíció. Azt hiszem, hogy akkor felállj harmadjára és a negyedjére, és mikor elgáncsoltak, akkor is állj fel és menj tovább. Egy nagyon jó példája ennek a hiszem, hogy ha fontos és ennek a fontosságát ki lehet itt tapintani, lehet az érmélyfalvi Gűzalamalomnak a sorsa, illetve ez egy projekt, amit nagyon sokat beszéltünk róla, és beszéltünk a médiában is nagyon sokat, és a miniszter úr is éppen ennek a objektumnak a építkezésén tette egy látogatást. Az, hogy ez 2008-ban indult valamik, akkor volt elképzelve, hogy ez megfelelne egy kultúrközpontnak, és jó magam, 12-ben jöttem, ugye, és háromszor éreztem úgy, hogy ez megbukott már, hogy értelmetlen menni, mert egy nagyon bürokrata rendszerrel áll szembe, nem valószínű, hogy ebből lesz valami. És mindig megcsináltam azt, megtettem azt a lépést, amiből aztán lett valami, és mindig aktualizáltuk a dokumentációt, ez volt a fontos dolog. És a végén annyira sikerült ezt lobbizni, illetve annyira sikerült ébren tartani ezt a projektet, hogy eljött 18-ba, eljött Érmélyfalvára a Nemzeti Fejlesztési Alapnak a igazgatóasszonya, a Csénének az igazgatóasszonya, és megígérte, hogy ez az épület majd sorra kerül hamarosan, hogy megérdemli az épület, hogy fel legyen újítva. Amúgy a Kismerei nagy impozáns, ez az érmelék égköve lesz, hogyha ez be lesz fejezve, olyan, abban a stílusban hagytuk meg, ugye, ahogy megépítették 110 évvel ezelőtt, és tehát itt lehet tapintani azt a dolgot, hogyha kitartóan, következetesen mész, és akkor is felállsz, mikor úgy gondolod, hogy már üldött kéne, úgyhogy ilyen polgármester kell, hogy következzen utánam, amelyik legalább ilyen szinten érzi majd annak a munkának a fontosságát, amit bevállal. Mire számíthatnak, vagy mire számítsanak a lakosok azon kívül, hogy látványosan fejlődni fog infrastruktúrájában a város a következő 3 évben? Mire számíthatnak még az önkormányzat és az ön részéről? Én azt hiszem, hogy a következő időszak ahogy mondtam, a tapintható, a nagy fejlődések időszaka fog lenni. Ellenben meg kell tegyük már
azokat a lépéseket is, amely majd a jövőt, a következő időszaknak a történését fogják majd szabályozni valami formában. Tehát a stratégiai tervek is megvannak. Most mindenképpen, amikor fejlesztésről beszélünk, akkor csak abba a közegbe gondolkozhatsz, hogy azokban a viszonyokban, amelyeket az unió direktívái előírnak. Ugye itt az okos, az IT bevezetés minden szinten ez a cél, illetve a gazdaságos, az energia hatékonyság alkalmazása minden szinten, és főleg ennek az ökológiai vonzata a következő időszaknak a mutatói, az irányadói. A projektjeink már erről szólnak, tehát már elindítottuk a 21-27-es fejlesztés időszak projektjeit is, tehát ez még ilyen stratégiai szinten van, de már le vannak nagyjából fektetve azok az elvek, illetve azok a témák, aminek alapján a jövőt képzeljük. Hát nagyon remélem, hogy lesz kinek építeni Mihályfalván, lesz kinek azt a komfortot, azt a kényelmet majd biztosítani, ami ez a fejlesztés majd garantálni fog. Nagyon remélem, hogy azok az épületek és általában az infrastruktúra is hatással lesz az emberekre, hogy ne hagyják el a várost, ne menjenek el, maradjanak ott, és ott igyekszünk mi helyhatóságként mindazt, ami a törvény enged, azokat a kedvezményeket megadni vállalkozóknak is, és természetesen a lakóinknak is. Jó volna egyszer már kikászálódni abból a szegénységből, hogy mondjam, amit bennünket jellemezett éveken át, hogy tudnánk kedvezményeket adni az embereknek, mikor már minden megépül egy településre, és látunk Magyarországon nagyon, nagyon releváns példákat, és kellemes jó példákat látunk, hogy ott már minden megépült a csatornahálózattól, a úthálózaton keresztül, az épületek felújítása. És tehát ott már mindent, utána már tényleg valóban azt kell majd biztosítsak, csak azokat a kedvezményeket, amit egy jó módú település megenged a lakóinak. Ugye, ha ezt látjuk, hogy alanyi jogon az araboknak, ugye a emírségeknek jár, de mi attól nagyon messze vagyunk még. Én azt hiszem, hogy ha kicsivel is, ha tudtuk segíteni a lakóinkat, akkor már, és itt mindenképpen anyagi segítségre gondolok, adókedvezményre gondolok, vagy pedig olyan engedményekre, amit megengedhet magának a helyhatóság. Ahhoz, hogy létezünk, viszont nagyon-nagyon szigorúan kell a pénzügyekkel bánnunk, mert nem lehet, hogy adott pillanatban azon veszük észre magunkat, hogy annyi sok kedvezményt adunk, hogy a végén nem fog jutni majd a működésünkre, tehát ez egy fontos dolog. Tehát a válaszolva a kérdésre, hogy mi az, amit nyújtani tudunk, én azt hiszem azt a lokálpatriotizmust, azt a mihályfalviságot, azt a lelket, ami jellemzett bennünket eddig, és hiszem azt, hogy nem fogunk eltorzulni a következő időszakban sem. Köszönöm szépen, Nyokó úr, a beszélgetést, örülök, hogy eljött. Én is köszönöm szépen, és hát mindenkinek így az évelején vagyunk, boldog új évet így búcsúzólag, illetve hát mindenkinek azt kíván, hogy feledjük minél hamarabb a járványt, szálljon el a fejünk felül, és hogy mi úgy éljünk, mint annak előtte, egymás kezét fogva közösségekbe, és jó hangulatba, ha van miért mulatni és ünnepelni. Köszönjük szépen a kedves nézők figyelmét is. Kövessék továbbra is az ÉrTV műsorait és az Ötszemközt magazin műsorokat, hogy figyelemmel követhessék, hogyan fejlődik az Érmellék városról városra, a viszontlátásra.